Üdvözlöm a televízió nézőit, a mai adásban elkalózolom Önöket a vízkúrák világába, Berecz Ildikó lesz a segítségemre ebben. Aztán érkezik hozzánk a dietetikusunk, Starkné Szabó Eszter, akivel a mediterrán konyhákról és annak előnyeiről fogunk beszélgetni, a mediterrán étkezési szokásokról. Illetőleg érkezik majd hozzánk dr. Pápai Gyula, aki a júga világába kalauzol el bennünket, a meditatív állapotig is el fogunk majd jutni, hogyha jól csináljuk, erről bővebben őt kérdezzük majd. És természetesen meg is ismerkedünk dr. Máté Zsolta, aki az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központ orvosigazgatója. Vele arról beszélgetünk, hogy milyen kezelésekre van lehetőségünk, ha ellátogatunk hozzájuk. A Miskolc Steelers edzőjével Száraz Zsolttal beszélgetünk arról, hogy mi is ez a sportág, mióta van Magyarországon, illetve mi a különlegessége. Pápai Gyula a vendégünk, aki többek között jóga oktató. Hogy mit érdemes róla tudni még ezen kívül? Gyuszit kérdezem. Legfőképpen én azért örülök, hogy eljött ide hozzánk, mert igazából én neki köszönhetem azt, hogy a természetgyógyászattal megismerkedtem, és igazán megszerettette velem ezt a területet. És hát neki van egy jellegzetessége is, hiszen amikor először találkoztam vele, akkor rögtön feltűnt, hogy nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott, és hát ennek az is lehet az oka, hogy nagyon komoly a jóga múlttal rendelkezik, úgyhogy ma erről is fogunk beszélni, ugye? Abszolút. Azt mondtad, hogy nem érdemes elválasztani, csak a nyugati társadalom választja külön a jóga fogalmát, és ebben a besorolásban te például a hagyományos jógát űzöd. Hogy van ez? Mit érdemes egyáltalán tudni a jógáról? Hát azért nevezném inkább ezt tradicionális jógának, mert ez az ősi jóga, tehát az eredeti jóga, ezért nevezünk tradicionális jógának, mert a nyugati világban a jógát nagyon sokan megreformálták már, sokféle változata van, és hát mi azt tartjuk, hogy ezeket az ősi tanításokat nem szabad megváltoztatni, mert akkor már nem az, ami. Vannak a kínai ételek, az ázsiai ételek, teljesen mindegy, milyen konyháról beszélgetünk. Ha behozzuk Magyarországra, akkor magyarosítani akarjuk. Itt is valami ilyesmiről van szó? Hát igen, van egy ilyen törekvés, hogy a nyugati világ számára elfogadhatóbbá, vonzóbbá tenni ezeket a keleti módszereket, hagyományokat, de nincs erre szükség. Most nagyon sok fesztivált is rendeznek, ilyen jóga fesztivált, ami nagyon jó és népszerűsíti mondjuk a jógát, csak lehet, hogy ha nagyon hangos és nagyon pörgős, akkor lehet, hogy pont a jóga szellemiségével mondjuk lehet, hogy ellentétes. A jóga nem csak egy mozgásforma, hanem egy életmód ajánlás is. Egy teljes életmód, tehát nincs még egy ilyen tökéletes rendszer, mint ez a nem csak mozgásforma, hanem életmód, életfilozófia, ezek testgyakorlatok, nagyobb részt ilyen statikus testtartások. Mert a pózba belehelyezzük magunkat, és egy ideig kitartjuk. Aztán a következő része a pránajáma, a légzőgyakorlatok. Mert mégis a jóga gyakorlása, a fizikai gyakorlást veszük, attól jóga és nem torna gyakorlat, hogy a légzéssel összhangban végezzük, és teljes átéléssel befelé figyelünk, önmagunkra figyelünk, és nem szóljuk szét a gondolatainkat. Én elég beteges gyerek voltam, tehát nagyon sok betegség elkapott. Hát a szokásos mindenféle fizikailag arányom gyenge, elkezdtem sportolni, megerősödjek. Tornász voltam, tornázni jártam Diósgyőrbe, és ott volt a tornászok között három tornász fiú is, akik így időnként jógáról beszéltek. És érdekes, hogy kicsit mások voltak, mint a többiek. Más volt a tartásuk, a hozzáállásuk, az egész egyéniségük, és éreztem, hogy ez engem érdekel. Kérdezősködtem, miből tanulják a jógát, mondták könyvből. Az akkor nem kapható, mert egy tiltott dolog volt, Szel Varázsa Jeszudián könyvét ismerték, aki 49-ig Magyarországon tartózkodott, indiai jógi, aki budapesti orvos egyetemen tanult. Kölcsön kértem a
az egyik tornásztól a könyvet, egy héten megkaptam kölcsön, ezt többször elolvastam, kijegyzeteltem és kezdtem gyakorolni. Csak akkor kezdjem el a jogát gyakorolni, ha minden nap gyakorlok, mert ha nem, akkor több kárt okozok magamnak, mint ami használnak. Ez egy nagyon fontos dolog, mert sokan belekapnak. Ezt nagyon komolyan vettem, és minden reggel először fél órát gyakoroltam, de az már kevés volt, aztán már egy órát, és azt fel kellett kelnem reggel 4 órakor, 5 óráig volt időm gyakorolni. Nekem ez olyan sokat jelentett, hogy attól kezdve soha nem betegeskedtem, megszűntek a gátlásaim, magabiztossá váltam, minden jobban sikerült, tanulmányaimban is könnyedén minden akadályt könnyebben vettem. Tehát kinyílt előttem egy más dimenzió, így mondjuk egy ilyen lehetőség, és ez úgy végig kísérte az egész életemet. A génjeinkben, ha az ős magyarság génjeiből van bennünk még egy szikrányi, akkor ennek a hatása kezdett nálam is működni, hiszen ha jól belegondolunk, az ős magyarok valahonnan arról a vidékről jöttek, ahol a jóga ős hazája India, Kína, tehát a Tibet azon a területről, és hát ahogy most Magyarországon is egyre népszerűbb a jóga, egyre többen keresik a lehetőséget, hogy a jógával megismerkedjenek, tehát ez játszik közre, hogy onnan abból a forrásból kellene többet merítenünk, és nem a nyugati, rohanó, zaklatott világnak az életritmusát átvenni. Rögtön észrevettem azt, hogy tényleg a szervezet öngyógyító folyamatait lehet aktiválni a jóga által, vagy lehet ebben segíteni. Tehát amit említettél, hogy az immunrendszered megerősödött fizikailag, az izomzat, tehát hogy ezeket érdemes csinálni, és akár saját magunk orvosai is lehetünk picit, ugye, hogyha ezt egy ilyen életmódot például be tudunk építeni. Vannak ennek buktatói. Szerencsére, hogy én együtt sportoltam is, mikor elkezdtem jogázni, tehát így a fizikai oldala az nem okozott problémát, de voltak ilyen pszichés válságok, ilyen különleges időszakok, amin át kellett jutni. Mindenképpen szükséges szakember irányítása, hát igénybe venni, mert jönnek buktatók, vannak kérdések, vannak nehéz időszakok, vannak kétségek, jól csinálom-e, olyan hatások érik az embert, amit nem tud megmagyarázni. Tehát azt mindenképpen célszerű szakemberrel megbeszélni és tőle tanácsot kérni. Mindenkinél másképpen jelentkezhet, tehát nem lehet egy formán megítélni a gyakorlatoknak a hatását, minden embernél másképpen jelentkezik. Amikor oda jártam a Dunához, egyénre szabottan állított össze gyakorlatokat. Pontosan, hogy kinek mi volt a problémája. Én képzeld el, kaptam egy ilyen kukacpóz nevű gyakorlatot, amit a kicsit szokott fájni a nyakam, és erre javasoltál. És ez tényleg, ha elő szokott jönni, szoktam is otthon gyakorolni. Igen, hát a joga foglalkozásnál a joga oktató adatot figyelni mindenkire, hogy hogyan értelmezi, hogyan hagyja végre a gyakorlatot. És visszatérve itt ennek a gyógyító hatására, azért nagyon hatásos öngyógyító rendszer is egyben a jóga, mert nem csak torna gyakorlatról van szó. Tehát említettem, hogy én sportoltam, és úgy kezdtem jógázni, és akik haladóbb sportolók voltak, tehát magasabb szinten gyakoroltak, nagyon gyakran megbetegedtek, tehát influenza, nátha, egyéb, és hát az edző mind megjegyezte, hogy a pápai az mindig itt van az edzés, hogy ő nem betegszik meg. Hát nem mondtam, hogy miért, hát valószínűleg azért, mert immunrendszerem megerősödött, és a jóga az ebben sokat segít. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Megérkeztünk
megérkezünk az amerikai futball edzésre, ahol beszélgetünk majd az edzővel, Szálas Zsoltival. Az amerikai foci rejtelmeibe fogunk egy kicsit elmélyedni a mai napon. Izgalmas és érdekes sportág, ami betört Magyarországra is jó pár éve, vagy akár mondjuk mondhatom már talán azt, hogy évtizede, hiszen a 90-es években volt egy kezdeményezés, amikor elindult ez a sportág Magyarországon, akkor még kicsiben, de hogy hogyan alakult és meddig fejlődött, hová fejlődött, erről mindenképpen fogunk beszélgetni. Meg hát arról, hogy miért is izgalmas ez, és miért rajonganak érte például az amerikaiak. És ha már az amerikaiaknál tartunk, akkor érdemes megjegyezni azt is, hogy a Miskolci Steelers bővült 4 játékossal, akik Amerikából érkeztek, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni az edzővel, mit szólsz, Gyuszi? Hát én nagyon kíváncsi vagyok már erre a dologra, és hát szeretném tényleg őket személyesen is megismerni, és hát bízom benne, hogy nagyon érdekes dolgokat hallhatunk, és hát a kedvet is csinálunk valakinek majd ezáltal. Mert hogy egyébként mindig van felvétel az amerikai foci csapatban, úgyhogy érdemes lehet ezt megnézni, és hát természetesen van ennek egy másik oldala is, méghozzá a pompon lányok, hiszen ez a sportághoz tartoznak gyönyörű csinos lányok, akik szurkolnak a csapatnak, majd velük egy következő adásban fogunk találkozni, de az is egy izgalmas és érdekes dolog, hogy azért nagyon szépek, nagyon csinosak, nagyon pomponkodnak, és mennyire nehéz dolguk van, iszonyatosan kemény erőnlét kell hozzá, ahogy ehhez a sportághoz is, ami az amerikai focit illeti. Beszéljünk is akkor Zsoltival, látogassuk meg őt! Meg is érkezett hozzánk Szálas Zsolt, az amerikai foci edző, méghozzá a Miskolc Steelers edzője. Hát én, Zsolti, beszélgettünk már így Gyuszival arról, hogy izgalmas nálatok lenni, mert ez a sportág nagyon különleges, és betört Magyarországra, és szeretnénk ezt megismerni. Igen, ez gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt már szervezett formában betört Magyarországra. Azóta bajnoki szinten, bajnoksági szinten küzdünk egy más csapattal. Idén ugye a HFL-be indul ez a csapat, ami tényleg az egyik leglátványosabb szintje az amerikai futballnak Magyarországon. Itt a magyar csapatoknak a krémje található meg, és hát erre a bajnokságra készülünk tavaly óta, és most az idei bajnokság az nem sokára indulni fog, április 4-én, és erre készülünk, erre a megmérettetésre. Mikor alakult egyáltalán a Steelers, hogyan jött az ötlet nektek? Hát a Steelers az most ünnepli a 10. évfordulóját, úgyhogy nagyon aktuális a kérdésed. És hát előtte egy évvel már szervezetlen formában is űztük ezt a sportágat, akkor még csak lementünk dobálni egy pályára, és úgy kezdtük el szűrni azt az álmot, hogy mi majd egyszer amerikai futballcsapat leszünk. Ez gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt meg is valósult, és akkor indultunk el először bajnokságba. Azóta űzzük ezt a sportágat komoly szinten, próbálunk egyre jobb eredményeket elérni. 10 év alatt nagyon sok játékos megfordult már a keretünkbe. Én azt hiszem, hogy bár nem számszerűsítettem, soha nem számoltam össze, de legalább 200-300 játékossal volt már kapcsolatunk az elett a 10 év alatt. És hát ugye, ahogy nőnek a kihívások, ahogy nőnek az elvárások, úgy egyre inkább nőnek a játékosok felé is az elvárások. Míg 3-4 évvel ezelőtt azt lehet mondani, hogy az utcáról is bárki bejöhetett, és lehet, hogy már be is tudott kerülni a csapatba, azért most már van várólista, tehát ebbe a bajnokságba, a HFL-be már csak olyan játékosokkal tudunk felállni, akik harcedzettek, akik már tudják a taktikai, technikai részét ennek a sportágnak. Minél jobban, annál jobb eredményt tudunk elérni. És van valami ilyen követelmény, hogy milyen sportterületről érkezzenek, milyen adottságokkal rendelkezzenek? Általában nem szoktunk elküldeni senkit. Ebben a sportágban nagyon sok pozíció van, és nagyon sokféle méretű, paraméterű emberrel tudunk foglalkozni. Vannak olyan sportág, akiknek az űzése, aminek az űzése az előny, így van pontosan, ilyen a kosárlabda akár, vagy a kézilabda, amelynek a lábmunkája nagyon hasonlít az amerikai futballéra, de természetesen, mint mondtam, mivel elég sokrétű a sportág, nagyon sok pozíció van, nagyon sokféle technikát kell alkalmazunk, ezért minden sportágból
tudunk gyűjteni embereket, és inkább az embernek a hozzáállásától és a kitartásától függ az, hogy a későbbiekben tud-e majd játszani bajnoki szinten akár ebbe a csapatba. És hogyha valaki például bekerül ide a csapatba hozzátok, akkor először a szabályoknak a konkretizálásával kezditek, vagy valami fizikai felkészítő veszi kezdetét, tehát hogy zajlik egy ilyen beilleszkedés? Is. Tehát ugye viszonylag, mivel ez egy amatőr sportág, ugye azért itt tanulnak, illetve dolgoznak az emberek mellette, és ezért nem sok lehetőség van arra, hogy külön foglalkozzunk rögtön az elején, akár technikai, akár taktikai kézisek. Minden egyszerre elkezdődik. Lejön az edzésre, beáll, és aztán, amikor mindig az aktuális bajnokságra fordítjuk a hangsúlyt, tehát ha junior bajnokság van, akkor a juniorokra, hogyha felnőtt bajnokság, a felnőttekre, akkor nyilván a juniorokkal kevesebb idő van foglalkozva, és próbáljuk felzárkóztatni az edzések folyamán a játékosokat, hogy be tudjanak illeszkedni a csapatba. Ha már itt a sportágnál tartunk, illetve arról, hogy mindenféle paraméterű ember megtalálható benne, akár mondjuk a diáktól egészen addig, amíg valaki mondjuk vállalkozóként is dolgozik, és játszik a csapatban egyaránt. Az étkezésre milyen hangsúlyt fektettek? Pozícióként is függ ez a történet. Lehet mondani, hogy az amerikai futball azért ez egy erős sportág, tehát nagyon szükségünk van arra, nem hogy... Nem salátát esztek? Hogy ne salátát együnk, hanem ugye pont most voltunk egy képzésen, és ottan ki is emelték, hogy hát nekünk akármennyire is ellent mond a divattal, nekünk szénhidrátra van szükségünk, és nagyon sokat kell ennünk olyan ételeket, amik energiát termelnek, amikből nyerjük az energiát. És hát ugye az amerikai futball amúgy is egy speciális sportág. Itten nem ritka, hogy 150-140 kilós emberek is pályán lépnek és sportolnak. Ugye ahhoz, hogy ők dinamikusan, erőteljesen tudjanak mozogni, hatalmas energiát kell, és ezért sokat kell enni. Nyilván ebből lesz az energia. És természetesen vannak más karakterű játékosok is, akik mondjuk egy futójátékos, akik 70-80-90-100 kiló között mozognak, tehát igazándiból mindenkinek bőségesen és fehérjedúsan, szénhidrátdúsan kell táplálkozni ahhoz, hogy az energia pályán átjöjjön, illetve hogy bírják a edzéseket, illetve a mérkőzéseket. Miben speciális ez a sportág? Ugye nyilván az is egy érdekes dolog, hogy teljesen más pozíciók vannak, mint mondjuk egy normál fociban, amit mi itt Magyarországon ismerünk. Igen, tehát szoktam azt mondani, hogy tájidegen ez a sportág Magyarországon, azért, mert itt az amerikai szokások, ugye a baseball, az amerikai futball, ezek mind nem úgy dinamikus sportágok, mint Magyarországon, hogy folyamatosan játékban van a labda, hanem ezek mind előre megtervezett, állított helyzetből indított támadásokból indulnak, és ezért egy kicsit eltér az itt megszokottól, viszont az alatt, ahogy aki ezt megszokja, aki megtanulja azt, hogy ez a sportág ez ilyen, onnantól kezdve tudja azt, hogy abba a playbe, abba a támadásba, ami elindul abba a pillanatba, abban nagyon sok mozgás, nagyon sok energia van, nagyon sok taktika van. Nagyon sokszor hasonlítjuk egyébként magához a sakkhoz is egyébként az amerikai sportág, az amerikai futballt, mert hatalmas taktikai csata. Minden egyes játékosnak meg van komponálva a helye, hogy mikor, hova, miért érkezik, és hát ez olyan, mint egy keringő. Ja. Igen, úgy is lehet mondani, de neki abban az időben ott kell lennie. Nyilván ezt az ellenfél megpróbálja megakadályozni, és ekkor szokott lenni az, hogy változik a taktika a pályán, és akkor rögtönözni kell, de ez általában inkább csak a irányító, vagy esetleg még a futónak a dolga. Azon kívül mindenki más csinálja azt a begyakorlott mozdulatot, taktikát, amit megbeszélt. Egészen sok éremmel is büszkélkedhettek. Hát az idei év az kimondottan jól indult ilyen szempontból, ugyanis ugye 10 éves évfordulója van a csapatnak, és ennek függ ugye próbálunk minden versenyen elindulni. Az idején, ugye még csak március közepe van, de már két versenyen részt vettünk, két aréna kupán, így hívják nálunk a kis pályás amerikai focit, és mind a kettőt sikerült megnyernünk. Az első ként kiírta NG Arinát, azt meg is nyertük itt hazai pályán, illetve a már klasszikusnak mondható az egyesülettel egyidős 10 éves Select kupát, ami Budapesten szokott megrendezésre kerülni, azt is először nyertük meg a történetünk során. Úgyhogy ez egy nagyon jó hangulatot adott a csapatnak, és hát reméljük, hogy
hogy ezt át tudjuk menteni majd a HFL bajnokságra, ami viszont itt tényleg egy nagyon komoly kihívás lesz az idén. Minden csapat, az összes csapat, aki itt részt vesz, nagyon jól erősített, rengeteg amerikai játékossal, külföldi játékossal fogunk találkozni a mérkőzéseken. Itt ebben a csapatban is egyébként. Említetted azt, hogy ugye vannak már amerikai játékosok, illetve vannak külföldi igazolásaitok, valószínűleg lesznek is még, de nagyon sok emellett a hazai játékos, erősítettétek a hazai állományt, illetve hát gyakorlatilag folyamatosan nő az utánpótlás, folyamatos edzésben van. Mit látsz, mi a jövő? A jövőt mindig abban látom, hogy az utánpótlással kell foglalkozni. Nekünk ez a legfontosabb. Amikor én ugye visszajöttem ide a csapathoz 3 évvel ezelőtt, akkor is azt mondtam, hogy a junior, illetve az utánpótlás a legfontosabb bázisunk. Ennek függvényében építkeztünk. El lehet mondani, hogy nekünk hagyományosan nagyon jó kapcsolatunk volt a kassai Steelers-szel, és ők nagyon sok játékost adtak a bajnokságok folyamán az elmúlt években. Idén viszont sikerült elérnünk azt a szintet, hogy most már kimondottan miskolci, illetve néhány idegen légiós játékosra építünk. Nagyon erős az utánpótlás csapatunk a tavalyi évben. A rájátszásba jutott a csapatunk az elődöntőbe, és hát az idejében ezt is szeretném majd túl szárnyalni, és a HFL csapatban is, tehát a legnagyobb csapatunkban is, a legerősebb csapatunkban is nagyon sok miskolci, tehetséges fiatal játékos fog az idén szerepet kapni, és ez egy folyamat, tehát építkezünk, és talán elérjük azt a szintet, hogy majd pár év múlva szinte csak miskolci, illetve környékbeli játékosokkal fogunk foglalkozni. Sérülés veszély az mennyire jellemző így az edzéseken, illetve maga ugye a meccseken? Nyugodtan elmondhatom ezt, hogy nincsen több sérülés, mint bármelyik más sportágban. Ugye azért általában a sportágoknak a többségének az alapja az megegyezik. Ugyanúgy be kell melegíteni, ugyanúgy nyújtani kell, ugyanúgy meg kell tanulni azokat a technikai elemeket, amik megvédenek a sérülésektől. Az amerikai foci annyiban látványosabb, hogy hatalmas ütközések vannak, ugye teljes erőből, néha még erőn felül is ütköznek az emberek egymással, de hát ezért van a felszerelés, ami ugye megkülönbözteti más sportágoktól. A válvédő és a sisak használata is ugye az nálunk tanulandó történet, amit megtanítunk a fiataloknak, és éppen ezért talán elmondhatom, hogy tavaly évben a HFL során nem is volt sérülésünk a bajnokságban. Természetesen voltak már itt is sérülések, de nem több, mint bármelyik más sportágban, úgyhogy ha valakit ez rettent vissza attól, hogy ugye kipróbálja ezt a sportágot, akkor nyugodtan mondhatom, hogy nyugodtan jöjjön, nem kell félni. Hozott neked Gyuszi egy kis ajándékot, hogy a csapat még jobban tudjon készülni a bajnokságra, illetve hát, hogy még jobban tudjatok majd teljesíteni. Ebben fognak ezek a dolgok segíteni, hogy mik ezek, azokat majd mindjárt meg tudjuk Gyuszitól. A sport jellegéből adódóan, ugye beszélgettünk itt, hogy azért ezek a hirtelen irányváltások miatt esetleg izületi inszalagok sérülése előfordulhat. Ezeknek a megelőzésére nagyon jó gyógynövényes krémeket, izomlazító krémeket, például a hegyi boróka kivonatot tartalmazó krémet, ami a mikrokeringés serkenti, valamint ugye a fekete nadájtő, mint gyógynövény nagyon jó izomlazító, és a meglévő sérüléseket pedig nagyon jól elősegíti azoknak a regenerációját, valamint hát ugye hát sportról beszélünk, ezért ami egyik fontos ilyen sporttermékeket hoztam, ez egy izotea, egy izotónikus ital, ami nagyon jól tudja hidratálni a szervezetet, és olyan gyümölcscukrokat tartalmaz, ami nyilván a sport során nagyon jól tudja aktivizálni az izomműködést, és hát természetesen kálium és foszfor tartalma is van, úgyhogy kiváló sportitalként én azt gondolom a játékosoknak nagyon hasznos lesz. Nem, nagyon szépen köszönjük, tényleg használunk rengeteg ilyen szert, és ki fogjuk próbálni, és biztos vagyok benne, hogy sokat fog segíteni. Várjuk, hogy szerepeljünk a HFL bajnokságban. Rendben. És hát mi pedig nagyon sok sikert kívánunk nektek, szorítunk, hogy minél jobb eredménnyel zárhassatok, és tovább tudjátok folytatni ezt a nyerő szériát. Jó, köszönjük szépen, és várunk benneteket szeretettel a mérkőzéseinken is. Köszönjük szépen. Tartni Szabó Eszterrel beszélgetünk a következőkben. Mediterrán étrenddel fogjuk folytatni a beszélgetésünket, mert hogy már egyszer elkezdtük a szívérendszeri betegségekkel való foglalkozást, amiben nagyon jó opció lehet a mediterrán étrend, hiszen ők teljesen máshogy táplálkoznak. Miért fontos az ő táplálkozásuk? Miért van a mai napon erre helyezve a hangsúly, Gyuszi? Egyrészt nagyon érdekes a mediterrán étrend. Erről mi ugrik be általában, ugye ezek a tengergyümölcsei, meg hogy nagyon sok gyümölcs
gyümölcsöt esznek, vitamindúsan táplálkoznak, tápanyagdúsan táplálkoznak, és hát a szív-érrendszeri megbetegedések kevesebb szer fordulnak elő ezeknél a népcsoportoknál. Nekem mindig az olíva bogyó ugrik be, mikor mediterrán étkezésről beszélgetünk, és én imádom, úgyhogy ez nekem egy nagyon kedvenc témám lesz. Üdvözlünk a stúdióban, Eszter. Sziasztok. Hát olíva bogyó, mediterrán étkezés, miért fontos ez? Hogyan tudják ők egyáltalán megőrizni az egészségüket azzal, hogy sokkal kevesebb náluk ez a szív-érrendszeri megbetegedés? Igen, tehát a magyarokhoz képest mindenképpen fele vagy harmada igazából az ottani szív- és érrendszeri megbetegedés, tehát jóval alacsonyabb számmal fordul elő. A földközi tenger mentén élő népeknél ez így jellemző, hogy sokkal kevesebb a szív-érrendszeri megbetegedés, de emellett egyébként az elbutulás, illetve a daganatos megbetegedések aránya is kevesebb. És van, mit ennek, igen. Az életmódnak is természetesen ebben szerepe van, ugye ez a mediterrán életstílus, a délutáni sziaszták ehhez mindenképpen hozzátesznek. Az is, hogy egyébként nekik alkoholfogyasztási kultúrájuk van. De mennyire fontos a kultúra. Igen. Mozgás szegény, a sajnos a magyarok életmódja velük szemben, tehát ott sokkal inkább mozognak, és a táplálkozás is természetesen nem kiadható ebből. De mennyire szerencsések? Tehát, hogy nekik adott is ehhez minden. Napfény, iszonyatosan jó tenger, halak, olívabogyó, narancsfák, tényleg, tehát mindenféle fajta olyan dolog, ami adott az egészséges élethez, az a mediterrán országokban megtalálható. Ki kell menni a kertbe, le kell szakítani, le kell szüretelni, ki kell menni a kert végébe, jó a szerencsésebbeknek nyilván, de fogni egy kis halad, és már is ott van az egészség. És ez igaz tényleg, hogy nálunk is azért megvannak, csak nyilván, amit Henny mond, ez nagyon fontos, hogy lehet, hogy a mi halainkban nincs annyi omega 3, a mi gyümölcseinkben nincs az a mennyiségű flavonoid, tehát hogy ez valóban igaz? Hát összességében nézzük, akkor a mediterrán étrend egyébként tényleg jellemző az olívaolajfogyasztás. Az tény, hogy Magyarországon még olyan 1 liter alatt van az évi olajfogyasztásunk, addig ő náluk, ez mondjuk Görögországban 26 liter évente, de hogyha az olaszokat vagy Spanyolországot nézzük, ott is 14 liter jut egy főre, tehát jóval kevesebb, de az olívaolaj mellett természetesen az olajos magvakat is sokkal többet fogyasztanak, zöldségeket, gyümölcsöket, és ezt is inkább nyers formában. Emellett a vörös húsok háttérbe szorulnak, és akkor inkább fehér húsokat esznek, és ott vannak a halak, a tengergyümölcsei, ami tényleg úgy van, hogy igazából a hideg tengeri halak azok, amik jótékony omega-3-ban gazdagok. Magyar halak közül egyébként a busa az, amiben található, és igazából ők igaz, hogy tésztákat esznek, de azok is inkább teljes kiöllésű tészták, amiket ők fogyasztanak. Tehát összességében ez együtt adja azt a úgynevezett mediterrán étrendet. Nagyon érdekes, hogy az omega-3-ról annyi pozitív hírt hallunk, hogy ez annyira jótékonyan hat, nem csak a keringési rendszerünkre, de akár a látással kapcsolatban is nagyon sok. Bőrproblémákra is, illetve az agy, az idegrendszer fejlődésére gyerekeknél. Nagyon érdekes, amit mondtok, de én például diót szoktam enni rengeteget. És a dió nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy amelyik gyümölcs, amire hasonlít, arra hat. Tehát ott már ugye bejön az agy egyrészt, másrészt viszont ugyanúgy jó a bőrre, mert hogy olajos. Ez mindenképpen értékes zsírsavakat tartalmaznak, úgynevezett telítetlen zsírsavakat, amik segítenek abban, hogy a koleszterin szintünket is rendben tartsák. Tehát úgynevezett jó koleszterin az, amit tudnak erősíteni. Emellett az olívaolajban vannak olyan anyagok, amit egyébként 2005-ben fedeztek fel, és úgy hívják, hogy oleokantál, ami kifejezetten egy gyulladást csökkentő vegyület, tehát ennek is tulajdonítják, amellett, hogy jótékony zsírsav összetétele van az olívaolajnak, de egyéb növényi olajokban is, akár a lemmagban, a mogyoróban, de a dióolajban is vannak ezek az anyagok, csak az olívaolajban van pluszban ez az oleokantál, ami gyulladást csökkentő hatással is bír. És amellett, hogy a koleszterin szintünket is tudja ez rendben tartani, a véráramlási tulajdonságait javítja egyébként az omega-3, tehát ezek a zsírsavak, amikben tudnak segíteni, illetve a vérlemezkék összecsapódását tudják megakadályozni, és minimális értágító hatással is rendelkeznek. Tehát az omega-3 zsírsavakra ez az, ami jellemző. Ezek hidegen présált olajok, tehát ezeket nem szabad melegíteni, mert hőhatására ezek tönkre mennek. Ezek a telítetlen kötések, amik jók nekünk, azok telítődnek, és nem érjük el vele ugyanazt a jótékony hatását.
hatást. Dietetikusként javaslott-e a pótlását, vagy a plusz bevitelét ezeknek az omega zsírsavaknak? Igazából ami egészséges táplálkozásban irányadó, az főleg a szívérrendszeri betegségeket is meg akarjuk előzni, az hetente legalább kétszer kellene halat fogyasztani, ez sajnos Magyarországon nem valósul meg. Tehát ilyen esetekben mindenképp érdemes pótolni. Természetesen nem helyettesíti ez az egészséges táplálkozást, de kiegészítésként mindenképpen érdemes lehet pótolni. Természetesen a növényi olajok fogyasztása mellett. Akkor úgy nagyon sokat lehet különböző ilyen naturboltokban kapni, ilyen halolaj kapszulákat, ugye, amikkel lehet ezt bevinni. Viszont van egy érdekes dolog, hogy nagyon sokszor látok olyan halolaj kapszulát, amilyen átlátszó, és azt hiszem, hogy pont rőlet hallottam egyszer erről, hogy ugye a fény hatására lebomlik az ilyen. Mindenképp érdemes megnézni ezeknél a kapszáknál, hogy miért választunk. Ugye nagyon értékes olaja van például a lazacolajnak, ezt érdemes minőségibb választani ebből, és természetesen az sem mindegy, hogy van csomagolva. Én azért gondolom, hogy egyedülálló az Életfa program készítménye, mert egy sötétített kapszulába van mindez bezárva, tehát egészen addig, míg ezt mi el nem fogyasztjuk, addig ez védve van. És természetesen az sem mindegy, hogy ez mennyire tisztított, illetve tényleg mennyire ellenőrzött minőség, nem mindegy, hogy található ebben a szennyező anyag, és ez nagyon fontos, hogy ezeket mind megnézzük, és illetve csomagolásról tájékozódjunk, hogy mit tartalmaz. A címke, ahogy Henny szokta mondani. Abszolút, tehát nagyon-nagyon fontos dolog. Hoztál nekünk ma valamit? Igen, az Életfa program egyik termékét hoztam, méghozzá a halolajkapszulát, ami omega-3 zsírsavat tartalmaz. Amiről a legfontosabb az, hogy olyan csomagolásban van, és olyan mennyiségben, amire egy emberi szervezetnek valóban szüksége van, és valóban el is éri a célját. Jól gondolom? Igen. Mindenképpen olyan értékes omega-3 zsírsavakat tartalmaz, tehát lazacolajból, ami mindenképpen nagyon jó hatásokkal tud szívódni, és igen, ahogy mondtad, ez a csomagolás, ami fényvédelemmel is ellátja ezt az olajat. És van mellett ugye nátrium szelenét, és egy dunai lealga, ami kifejezetten fokozó hatást, illetve gyökfogó hatásra is rendelkezik. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Az Erzsébet fürdőben vagyunk még mindig, dr. Máté Zsolttal fogunk beszélgetni, aki az Erzsébet fürdő gyógyászati központ orvosigazgatója. Üdvözlöm, doktor úr! Üdvözlöm én is! Szakrendelésekre lehet jönni ide a fürdőbe, a gyógyászati központba. Milyen szakrendelésekről beszélhetünk, és egyáltalán kiket várnak ide? 2012-ben indultak az első szakrendelések. Két szakrendelősünk volt ekkor, azóta évről évre folyamatosan nőtt a szakrendeléseinknek a száma. Jelenleg ott tartunk, hogy dinamikus fejlődés következtében 64 orvosunk dolgozik, 47 felnőtt szakrendelésünk van és 17 gyermek szakrendelésünk. A teljesség igénye nélkül el tudom sorolni a szakrendelések egy részét. A belgyógyászattól, kardiológiától kezdve urológia, nőgyógyászat, proktológia, bőrgyógyászat, traumatológia, ortopédia, tehát szinte minden területről. A test és az ember minden így területén. Így van. Gyakorlatilag itt egy komplex rendeléstípus az, amivel találkozhatunk, hiszen laborvizsgálatot is lehet itt végezni. Hogyan képzeljük ezt el? Ha bejövünk ide, van egy panaszunk, amivel szakemberhez fordulunk, találkozunk egy szakorvossal, aki tanácsol nekünk különböző vizsgálatokat, még azon túl, amit ő észlelt, mert hogy azért valljuk be őszintén, egy tünet azért lehet egy egész komplex valaminek a pici apró része. Hogyan képzeljük ezt el, mindenre van-e lehetőség egy helyen, vagy azért ez nem teljesen igaz? Valóban a házban mindenre, szinte mindenre lehetőségünk van. Alapvető célunk a prevenció, tehát a szűréseknek megvalósítása. Ezzel kapcsolatos a 2012-től működő vérvételi pontunk, tehát tulajdonképpen egy kiemelt vérvételi pont vagyunk, számos laborral vagyunk szerződésben, és az eddig rendelkezésre álló 460 körüli vizsgálathoz idén még majdnem 200 új vizsgálatot is hozzárendeltünk, tehát hatalmas a paletta, már csak a laborvizsgálatok részéből is. Ezen kívül az ultrahangos készülékeink is csúcskategóriájú ultrahang készülékekről van szó, melyekkel az emberi testnek szinte minden ultrahanggal vizsgálható részét meg tudjuk vizsgálni, kezdve a kis ízületi polcoktól, kezdve a hagyományos hasi ultrahangig. A szakrendeléseken
Tehát ez elsősorban a prevenció megelőzés folyik, ha problémával érkezik beteg, akkor természetesen a teljes körű kivizsgálás rendelkezésére tudjuk bocsátani. Amilyen vizsgálatok az Erzsébet Fürdőgyógyászati Központban helyileg nem állnak rendelkezésekre, azokra igyekeztünk külsős vizsgálóhelyeket bevonni, tehát szerződésünk van CT vizsgálatra, például MRI vizsgálatot is tudunk szervezni, röntgen vizsgálatokat, amik jelenleg a házban nem állnak rendelkezésre, tehát kompletten meg tudjuk valósítani a teljes kivizsgálást, és van számos olyan apró, nem is apró, tehát számos olyan betegség is, aminek a kezelését is el tudjuk végezni, és most nem arra gondolok, hogy természetesen gyógyszert írunk fel, amelyel meg tudjuk gyógyítani, hanem különböző beavatkozásokra is van lehetőség, mind olyanokra, amiket ambulanter, tehát járóbetegként meg tudunk valósítani. Oltóközponttal is rendelkezik a gyógyászati központ. Hogyan képzeljük ezt el, milyen oltásokat kaphatunk itt meg? Az oltóközpontnak a koncepciója az tavaly valósult meg, mikor rájöttünk arra, hogy szinte csak Budapesten állnak rendelkezésre bizonyos oltások. Autóközpontunkban nem csak a hagyományos influenza vírus elleni oltás, illetve a munkakörhöz kapcsolható szükséges oltások állnak rendelkezésünkre, hanem különböző egzotikus országokba szükséges, kötelező vagy ajánlott oltásokat is, mint például a kolera, tífusz is tudjuk biztosítani. Tehát ha egzotikus országba készülünk, ahol kötelezőek a védőoltások, akkor nem kell Budapestre menni, hanem itt is rendelkezésre állnak. És hetekkel korábban kell, sőt van, amit hónapokkal korábban kell beadni, gondolom erről azért itt tud az ember tájékozódni. Természetesen infektológus orvossal dolgozunk, tehát aki tudja pontosan ezeknek a menetét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Berec Ildikó a mai vendégünk, akivel szívérendszeri betegségek kezeléséről, illetve megoldására próbálunk majd a mai napon egy kis hangsúlyt fektetni. Ehhez hozott nekünk egy-két olyan kúrát, ami jó lehet, és a vízkúrákról fogunk beszélgetni, így szép szóval. Üdvözlünk a stúdióban! Szeretettel köszöntelek benneteket. A szív- és érrendszeri problémák megelőzésében elsősorban segítenek ezek a vízkúrák. A vízről tudjuk, hogy információt hordoz, kémiai részében most nem megyek bele, de azt tudni kell, azt bárki meg tudja figyelni, hogy két hópihének a kristály szerkezete más, képes arra a víz, hogy információkat hordozzon. A vízkúrákat már az ókorban is használták, a görögöknél is és a rómaiaknál is. A különbség az az volt, hogy a rómaiak a hidegvizes kezeléseket eleinte tabuként fogadták, egészen addig, míg Augustus császárnak az orvosa, egy Antonius Musa nevű úriember kigyógyította a tüdőbajából. És akkoriban a Vezúv lankáira vitték a betegeket, ilyen keringésszerű megbetegedésekkel, és ott egy nagyon komoly diétára fogták, és a levegő, illetve a napnak a gyógyító hatását alkalmazták. Akkor, amikor vízi megoldásokról beszélgetünk, itt a gyógyvizeket értjük, amiben fürdünk, amit iszunk. Tulajdonképpen megkülönböztetjük a vízgyógyászaton belül az úgynevezett balneoterápiát, és megkülönböztetjük a hidroterápiát. Tehát amikor az ásványvizeket hasznosítjuk, az az egyik fele, a másik, amikor a víznek a tisztító, lemosó vagy a hőmérsékletét vesszük igénybe. És igaz, most egyre több helyen találkozok ilyen wellness szállodákban ilyen knejp kúrákkal, amik ilyen különböző medencékben ugye végig kell menni, bizonyos kavicsok vannak, egyik hideg, másik kevésbé, és ez így váltakozik. Tehát, hogy ez ilyen divatossá is vált most ez különböző szolgáltatások. Ha nagyon pontosan akarunk fogalmazni, akkor a természetgyógyászat, illetve a méregtelenítésnek az újra felfedezését, azt knejpnek köszönhetjük. Na most a német területeken, és itt Ausztriát is ideértem, nagyon komolyan beépült a mindennapokban. Tehát a Kneippnek a kúrái azok gyakorolhatóak otthon a fürdőszobában is, amennyiben az ember tisztában van vele. Mondjuk egy konkrét esetet
Tehát a hideg-meleg váltó lábfürdőt, tehát az egyik edényben 38 fok vagy 40 fok körüli meleg vizet teszünk, a másikban nagyon hideg vizet, ha még lehet, hogy jégkockát is, és akkor ez például kiválóan jó, akár orrvézésnek a megszüntetésére, tehát hogy lábon keresztül orrvézés. Igen. Tehát amikor egy olyan ér elpattanás történik az orrba, tehát nem egy boxmeccs után, akkor utána az ereket annyira edzi ez a hideg-meleg váltófürdő, hogy képes összeszűkíteni az orrban az ereket, de ez nagyon jó egyébként más keringési megbetegedések esetén, visszeres problémák, de csak egészséges szervezetnél például nagyon, nagyon jó arra, hogy erősítse a szervezetet. Ugye a zuhanyzásnál javasolják, hogy váltófürdővel fejezzük be, tehát egy hideg-meleg, hideg, langyos fürdővel fejezzük be, és ugye annak is megvan, hogy fokozatosan a láb felől, a szív felé a karokat, és utána a mellkas és a hát ezt nem tudom, mert még nem láttam, de tehát, hogy fokozatosan mindig a szív felé a lábtól, és utána a kar, és utána végül jön a hát, illetve a mellkasi része a hidegfürdőnek. De amit a Gyuszi kérdezett, igen, a wellness szállodák most már újra felismerték ennek a hatását. Tehát egy sima víztaposás, amikor a lábszárig engeded a fürdőkádat vizet, és mint a iskolába a gólyajárás, tehát hogy kiemeled belőle a lábfejig a lábadat, és akkor ezt egy ilyen 20-30-szor meg kell csinálni. Vagy a harmatos füvön járás, vagy egyáltalán a mezitlábjárás. Ezt annyira elfelejtettük. Ezt nagyon elfelejtettük, és ezért van egyébként nagyon sok lábboltozati problémájú gyerek is most már, mert ugye mindig rászólunk, hogy vegyél papucsot, vegyél cipőt, holott tényleg a homokban, a földön való járás az nagyon sokat számít a lábboltozat kialakulásánál. Tejpa működése során aztán finomított ezeken a módszereken, és elsősorban a mozgásra helyezte a hangsúlyt, a levegő, illetve a napfény hatására, valamint nagyon komoly étkezési megszorításokat is tett a kezelések során. Többek között nem engedte, hogy gyógyszert szedjenek, semmilyen gyógyszert se szedhettek a paciensek, pont azért, hogy ne befolyásolja a természetes regenerálódását a szervezetnek, illetve nagyon komoly túrákat végeztetett a paciensekkel, sőt volt olyan, hogy fát kellett vágniuk, vagy fűrészelniük a nőknek is, ahhoz, hogy az intenzív terápia meglegyen, és mindig arra nagyon ügyelt, hogy felmelegített testtel végeztették ezeket a vízkúrákat, tehát hogy addig, amíg a páciens nem kezdett fázni, tehát ez egy fontos kitétele ennek a kúrának. Erre figyeljünk akkor mi is oda. Így van, így van. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Én is köszönöm. Tartsanak velem a következő adásban is, ahol minden olyan témát kibeszélünk, ami az élet része.